Sziasztok, Unikern vagyok, ez pedig a Hiányzik a Hip-Hop, ezért beszélek róla. Az elmúlt napokban megint sok érdekes dalocska jelent meg a hazai hip-hop élet tengerén. Ezekbe fogunk most egy kicsit belelesni, úgyhogy tartsatok velem, nézzük is meg, hogy kikről van szó. Nemrégiben jelent meg Cédesz, VV Mercedes, aki szeretné elhagyni egyébként a VV előjelet, és Gino-k a szuper produkciója, ami nem más, mint a amelyben Cédesz elmondja nekünk, hogy leszarja a negatív véleményeket, ne keresse most már őt senki sem, ugyanis ő hasít előre, tör felfelé, az irigyek nem tudják ebben megakadályozni, és hogy mekkora parti arc ő, mekkora buli hangulatot teremt, amint beteszi a zenécskéjét. És valakik azt mondják neki, hogy hagyja abba, azzal, hogy ki mit mond, nem kell foglalkozni, mert úgyis lesz valaki olyan, aki azt mondja, hogy ilyen rossz vagy, meg olyan rossz vagy, ne erőltesd, ne folytasd, ezekkel nem kell foglalkozni, fel se kell az ilyeneket venni, folytasd, csináld, veresd, ahogy te jónak látod. Cédesz elmondja fájdalmát, hogy őt lenézték eddig, hogy semmibe vették eddig, és most mindenki őt akarja, mindenki vele szeretne közös képet és autogramot kérni, és ha eddig se kellett, akkor ezután se kelljen egyébként, és mindenki kapja be, és mindenki le van szarva, aki negatív volt. Hát, ez ilyen. Azt mondod, hogy abba, hogy adjam a francba, nem kell a tablapra, megjöttem most adatta. Amúgy nekem szimpatikus ez a lány, nem ügyetlen ez a lány. Akik kötegettek közök, most már autogramot kérnek, lenéztetek a BB-be, az arcom meg a TV-be, oltogatózzatok, csak úgyis, mint maradtok a háttérbe. Volt egy mondat, ami megütötte a fülemet. Első zeni milliós lett, ajajaj. Itt azért tegyük tisztába gyorsan a gyereket, ugyanis az azért annak is köszönhető, hogy a GVM Music Production felületén jelent meg, illetőlegesen maga személyesen GVM is részt vett abban a produkcióban, ez azért nagyot tud dobni. Mert ha neked úgy jelent volna meg ez a dalod, hogy szólóban és mindenféle kiadó és háttér nélkül, akkor nagy valószínűséggel nem, hogy milliós megtekintés nem lett volna rajta, de talán még 10 000 sem. Úgyhogy erre azért úgy óvatosan verjük a mellünket, mert ebben a dalban is most benne van egy feat a Gino-kkal. És hát nagyon úgy tűnik, hogy a haveri galeri, ha tetszik, ha nem, végig fog menni rajtad, és majd a következő lesz a K. Kevin, illetőlegesen jön majd a T. Dani, meg még az összes többi, és mindenkivel lesz egy feat-ecske, hogy a Mercedes, hogy a Cédes, hogy a VV Cédes produkció be legyen egy kicsit húzva. Jajajaj. Tehát amíg ez így nem szólóba sikerült elérni, és nem egy ilyen háttérrel, addig én erről nem annyira ugra-bugrálnék, de hát ez csak az én személyes megjegyzésem, mint említettem. Mert például ott van a VV Mo, ugyebár ő egy kevésbé ismert produkcióba szállt bele, ő is belekóstolt a rappelésbe, az, hogy most mennyire megy neki, vagy mennyire nem, azt hagyjuk, de a lényeg, hogy mivel mögötte nem állt egy ilyen komoly szakmai stáb, egy ilyen háttérrel rendelkező személy, mint a GVM, nincs is olyan 30-40 ezer megtekintésnél több rajta. Tehát éppen ezért mondom, mindattól függetlenül, hogy én nagyon szimpatizálok ugyebár vele, illetőlegesen nekem semmi bajom vele, nem egy ügyetlen lány, de óvatosan és helyén kezelném ezeket a milliós megtekintéseket. Én csak nevetek rajtatok, ti meg nyugodtan sírjatok, de a nevem a címlapon, ti meg maradok is badom. Amúgy úgy tűnik, ez a dal egyelőre még nem arra felé tart, hogy több milliós nézettség legyen, még elég laposka a megtekintés így két nap elteltével, vagy esetleg még nem tettétek rá a YouTube kampányt. Jó kurva! Amúgy összességében nem lett rossz zene, egyébként csinosak a lányok, csinos a Cédesz is, meg úgy minden úgy rendben van és egyben van, de így ennyi, aztán majd várjuk a következő feat-es közreműködéseket, talán még egyszer sikerül az Ámbó Árpival is lefeat-elni. Viszont lépjünk tovább, ugyanis az AK26-nak megjelent. A hétvégén majd felmegyünk a hegyekbe. És milyen vicces volt olvasni a kommenteket, ahol a sok fiatal azt írta, hogy jújjé, mekkora slágert sikerült írni az AK26-nak. Mert érzem, mindenféle gond van most a fejembe. Hát el kell keserítenem titeket, ezt nem az AK26 írta, hanem ez egy Hip Hop Boys
feldolgozás. Méghozzá a Hip Hop Boys 3 fantasztikus lemezén volt rajta ez a szuper sláger, más egyéb örökzöld dallal együtt. A hétvégén majd felmegyünk a hegyekbe, mert érzem mindenféle gond van most a fejembe. Még valamikor a 90-es évek végén jelent ez meg körülbelül, annyira pontosan nem tudom. Akkor rejtőzünk a kertben minden délelőtt, az a jó, ami jó, nem is kell már rendőt. Mi van srácok? Kifogytatok az ötletekből? A hegyekbe fönn. Már ilyen Hip Hop Boyshoz kell nyúlni, hogy legyen valami újdonság. A hétvége jön. Egyébként ezt már sok helyen leírták, meg többen el is mondták, és mondhatni azt, hogy a számból vették ki a szót, hogy ez a dal számomra arról volt jó, hogy tényleg egy kicsit nosztalgiáztam, kicsit visszamentem az időben, általános iskolai időszakokban, még az, emlékszem a Balaton-Akali, az Akali tábor, ott hallgatgattuk ezeket a zenéket, és így jó volt erre így visszagondolni, visszatekinteni, úgyhogy számomra ennyiből volt jó ez a kis feldolgozás, másra nem. Ha nektek tetszett, akkor pörgessétek, hallgassátok, viszont hogyha szeretnétek egy igazi eredetit hallani, akkor megjelent Márki papának a Kincsem című fantasztikus nyári slágere. Rég várlak, rég, érzem pezseg a vérem. Rég várlak, rég, érzem lüktet a szívem. Őszintén megvalva, szerintem ez a dal most így nagyon-nagyon egybe volt. Mind az ének, mind a verze, mind a zene, mind a feeling így nekem nagyon-nagyon tetszett. Úgyhogy tényleg le a kalappal, mert ez így most így rendben volt. Gyere baby, és hoppanyál egy picit ebbe szerelembe, este mikor meglátom. Egyetlen egy valami ütötte meg a fülemet, mégpedig gyere már, gyere nyár. Gyere nyár. És ránéztem a dátumra. Érzem a szívem dallamán, gyere már, gyere nyár. És szeptember 2-én jelent meg ugyebár a klip. És mindenki adjon. Így a nyár végén, a nyár elmúltával, és azért nekem furcsa volt ez a gyere nyár, gyere nyár. Gyere már, gyere nyár. Érzem a szívem dallamán. Gyere már, gyere nyár. De feltételezem, a következő nyarat várják már ennyire, ezért ilyen nyár csábító, hogy igaz, hogy most lett vége, de jöjjön a következő azonnal. Bízunk benne, hogy erről van szó. Amúgy összességében tényleg nagyon jó lett ez a dal. Nem úgy választ egy csillagot az égboltról. Felmegyek és te hozom neked, én mondom. Tudom, az exceli szép volt, meg raj volt. Csak az a baj, baba, hogy azt a baj volt. Viszont aki esetleg arra készült egész klippet végig tekintve, hogy az énekesnőről lekerül majd az a kis takaró fólia. Veled minden olyan jó. És majd megláthatjuk a feltételezhetően rendkívül szexi alakját, és majd rárántanak egyet. Gyere már, gyere nyár. Azok ezt felejtsék el, és tegyék el a zsebkendőt, illetőlegesen a krémet is. Gyere már, gyere nyár. Érzem a szívem dallamán. Gyere már, gyere nyár. Érzem a szerelem vár ma rám. Úgyhogy, ha tetszett ez a dal, hallgassátok, pörgessétek. Gyere nyár, gyere rám, várjuk továbbra is a következő dalokat. Iratkozzatok fel a csatornára, ha itt voltatok, nyomjatok egy lájkot, találkozzunk legközelebb is, a leírást olvasgassátok. Unikár voltam, vigyázzatok magatokra, szeressétek a rappet, meg a hip-hopot, meg egymást is. Puszi, pacsi, pál mindenkinek, sziasztok!